تفضلت وزارة السياحة المصرية بالاتفاق مع قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ورئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، وبالاتفاق أيضا مع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بأن جعلت الأماكن التي زارتها وتوقفت فيها العائلة المقدسة أثناء رحلتها الشاقة في الهروب إلى مصر جعلتها أماكن زيارة وتبرك للسياح الأجانب لتنشيط السياحة الدينية في مصر داخليا وخارجيا. رأينا نحن من جانبنا أن نساهم في هذا المشروع القومي العظيم، فقمنا بعمل هذا الفيلم التسجيلي المبارك عن الأماكن التي المحطات التي توقفت فيها العائلة المقدسة لالتقاط الأنفاس وبركتها من شرق أرض مصر إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، لكي يشاهده السائح للتعرف على تلك الأماكن وتاريخها القديم والحديث. نرجو أن يكون هذا الفيلم سبب بركة ومعرفة تاريخية وروحية لكل من يشاهده بشفاعة أمنا العذراء القديسة الطاهرة مريم والقديس يوسف النجار وصلوات أبينا الطباوي البابا المكرم الآن بطرس الثاني ولإلهنا المبارك العظيم كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين. Kelj fel, és vedd a gyermeket és anyját, meneküljetek Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. A Szent Család utazása. Első állomás, Betlehem. Az Egyiptomba való menekülés első állomása, Betlehem. Betlehem egy kisváros, 6 mérföldnyire Jeruzsálemtől délre. Itt született a próféta és Dávid király. És itt született a mi Urunk Jézus Krisztus, ami megváltásunkért megtestesült Isten. Ráhel sírja is ott található, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus születésének helyén természetesen a születéstemplom is. Második állomás. A Sínai puszta.
A Szent Család pontosan északkeleten, Ráhva városánál érkezett Egyiptom határához. Innen Sejke Zobeid felé mentek tovább. El Áris és aztán Balóza, most Tel el Faramának hívják, Porcaid közelében van. Ezek a helyiségek a sínai pusztában vannak, közel a földközi tengerhez. Az első három helyen nem találunk tárgyi emlékeket, kivéve egy bizonyos füvet, amelynek zöld a levele, hasonló a zöld teájéhoz, amelyet a helyiek Marmariának hívnak. Ha leforrázzák, olyan íze van, mint a zöld teának, és édes, mintha meg lenne cukrozva. Úgy tartják, hogy az eredeti neve Mariamiach lehetett amiatt, hogy utazásuk során ennek a három helynek a környékén a Szűz Mária gyógyteaként itta ennek a fűnek a forrázatát. A földközi tengertől 3 kilométerre fekszik a sínai pusztában Tel el Farama vagy Farama hegye és maga Farama városa. A város óegyiptomi neve Szenu, a Biblia Szín néven említi. A város mellett nagy kiterjedésű rommező található falmaradványokkal, a dombon pedig az ókori romok és oszlopmaradványok mellett megtaláljuk még egy ősi Szűz Máriáról és Szent Izodoroszról, El Faramiról elnevezett kolostor és egy bazilika együttes romjait. Ezek nyomán templomok dombjának is nevezik. A Szent Család az egyiptomi naptár szerint Bársánsz hónap 24. napján lépte át Egyiptom határát, ami június 1-ének felel meg. Az egyház ezen a napon tartja a mi Urunk Jézus Krisztus Egyiptomba érkezésének ünnepét. Ezt az ünnepet kezdettől fogva a mai napig évenként megünnepli az egyház. A kopt ortodox egyház kisebb ünnepei közé tartozik. Harmadik állomás, Tel Basta. A Szent Család megérkezett Tel Basta városába, ami a mai Zagazik el Sarkia kormányzóság székhelyének külvárosa. Ez a város az istenek városaként volt ismert, mert különféle bálványoknak szentelt templomok voltak benne. Ahogy a Szent Család megérkezett a városba, ezek a bálványszomrok mind leomlottak, ami félelmet és haragot ébresztett a város lakóiban. Erről jövendőlt Izaiás proféta. Íme az Úr gyors felhőn száguld és lemegy Egyiptomba. Meginognak színe előtt Egyiptom bálványai, és Egyiptom szíve elernyed bensejében. Izaiás 19.1. Amikor a város lakói látták, hogy mi történt az isteneikkel a Szent Család érkezésekor, kiutasították őket a városból, mert féltek tőlük. Ezért aztán, hogy ő és a Szűz Mária és Szent József az ács mégis inni tudjanak, ami Urunk Jézus Krisztus forrást fakasztott, mielőtt elhagyták a várost, ez volt az első forrás, amit az Úr Jézus az egyiptomi útjuk során fakasztott. 18 forrásról tudni, amit az Úr egyiptomi útjuk során fakasztott, és amelyekből még ma is megvan néhány. Negyedik állomás, Musztorud. Musztorud Kairó körzetében északra fekvő falu, az El Koljobiach kormányzóságban. A templom a Subra El Keimat püspökséghez tartozik. A Szent Család felkereste Musztorud városát, ahol az Úr Jézus Krisztus fakasztott egy forrást, amelynek vizéből inni tudtak a Szent Család tagjai. A hagyomány szerint ennek vizében fürdette meg Szűz Mária a kis Jézust. Emiatt ezt a kutat El Mahamának nevezik, ami azt jelenti medence. Ennek a kutnak a vizében mosta ki Szűz Mária a ruháikat is. Musztorudban van egy régi templom, ahová sok látogató jön, különösen a Szent Szűz ünnepén. Ötödik állomás, Bilbész. Musztoruttól észak-kelet felé haladva a Szent Család megérkezett Bilbész városába.
Ez a város jelenleg El-Sarkia kormányzósághoz tartozik. Itt történt, hogy a Szent Család egy fa árnyékában megpihent, amit Mária fájaként ismernek. Itt is található egy régi templom. 6. állomás, Samannud. Samannud városa El-Gabija kormányzóságban fekszik. Itt található régi templom, a Szűz Máriának és Szent Apanubnak szentelve. Mahala Kobra püspökséghez tartozik. Amikor a Szent Család észak felé elhagyta Bilbészt, megérkezett Samannudba, ahol nagy örömöt szereztek a város lakóinak, mert az Úr visszaadta az életét egy halottnak. A Szent Család hosszabb időt töltött ebben a városban. Egy asszony egy kőből faragott edényt ajándékozott a szűzanyának. A hagyomány szerint a szűzanya ebben dagasztotta a tésztát a Szent Család számára a kenyérsütéshez, amíg Samannudban tartózkodtak. Ezt a kőedényt egy üvegtárolóban őrzik a templom udvarán. Ezen az udvaron található egy régi kút is, melynek vizéből a Szent Család ivott. A kút vizének csodás hatást tulajdonítanak, sok zarándok csodás gyógyulását jegyezték fel, aki ivott a vizéből. 7. állomás, Szakha. A város jelenleg Kafrel-Seik kormányzósághoz tartozik a földközi tenger közelében. Samannud városát elhagyva a Szent Család Szakha városá felé tartott, melynek kop neve Bika Isos, amely azt jelenti Jézus lábnyoma. Ebben a városban az Úr Jézus rálépett egy sziklára, amely megőrizte a lábának lenyomatát. Ezt a sziklát, amelyen egy kicsi láb lenyomata látható, a mai napig megőrizték, és a templom belsejében egy tárlóban őrzik. Az van fölírva, hogy egy az Isten. Ugyanott egy bővízű forrás is van a városban, amelyből a Szent Család vizet merített magának és inni tudott. Egy kolostort is építettek ebben a városban, melynek Deir el-Maktas volt a neve, és amelyet a 13. században lebontottak. A kolostor helyén templom épült, amely mind a mai napig áll. Nyolcadik állomás, Wadi el-Natrun. Miután Szakha városát elhagyták, a Szent Család átkelt a Níluson, és délfelé folytatták útjukat a sivatag felé, és megérkeztek a Wadi el-Natrunba. A Wadi el-Natrun egy 60 km hosszú és 12 km széles sivatagi mélyedés, 25 méterrel a tengerszint alatt. A fáraók idején Sokti Hamamnak nevezték arabul Wadi el-Mál, ami azt jelenti sóvölgye, mert a télen felgyülemlett esővíz az időszakos tavakban nátonsót oldott ki a talajból, ami a nyári kiszáradás után vastagon beborította a talajt. A fáraók korában ezt a nátronsót használták a halottak mumifikálásához. Mikor a Szent Család ezen a vidéken utazott, megszomjaztak, és az Úr Jézus egy friss vízű forrást fakasztott. Így szomjukat tudták oldani, és kipihenni magukat. Ez a forrás mind a mai napig ontja a friss vizet, és Mária forrásnak nevezik. A későbbiekben a forrás neve Hamra forrásra változott, mert a közelében felépült egy falu, amit Al-Hamrának hívnak. Az egész falu lakosságának ivóvíz szükségletét ennek a forrásnak a friss vize biztosítja. A forrás vize olyan bőséges, hogy összekeveredve a sós vízzel egy 100 hektáros kiterjedésű tavat hozott létre, amelynek a vize gyógyhatású. Különféle betegségekre van gyógyító hatással, például pszoriázist kezelnek vele. A Szent Család látogatásának áldásos következménye az is, hogy Krisztus után 330 körül itt alakult ki a sivatagi szerzetesség Nagy Szent Makariosz vezetésével,
aki a Nátronvölgy közelében lévő faluból, El Minufiah nevű faluból származott. Egy a völgy nyugati része fölötti domb barlangjában lakott, ahol most a Baramusz kolostor áll. Egy római testvérpár, Szent Maximus és Szent Domitius, Valenciánus római császár fiai voltak az első szerzetesek, akik Szent Makarios, Abu Makar néven is ismert, irányításával megkezdték a szerzetesi életet. Amikor itt kolostort alapítottak, róluk nevezték el, El Baramusznak, vagyis a két rómainak. Amikor ennek a kolostornak megnövekedett a létszáma, Szent Makarios néhány tanítványával, akik között ott volt Abba Izodorosz, Abba Pafnúciosz, keletebbre ment a Nátronvölgyben, és egy új kolostort alapított, az Abba Makarios kolostort. Deir Abba Makar néven is ismert. A kolostor a középkortól fogva híres volt, több mint 15 pátriárkát adott a kopt egyháznak, ahogy a Baramusz kolostora is, ahonnan szintén neves pátriárkák kerültek a kopt egyház élére a 19. és a 20. században. A Baramusz és az Abba Makar kolostorok félútján van két nagy kolostor, a Szent Bisoly kolostor és a Szűz Máriáról elnevezett El Surian kolostor, a Kairót Alexandriával összekötő autópálya pihenő állomása közelében. A Szent Bisoly kolostort Szent Bisoly alapította az 5. században. A kolostor a modern korban vált híressé, mert itt volt harmadik Senuda pápa fő rezidenciája, ahová körülbelül hetenként 3 napra visszavonult pihenésre és lelki feltöltődésre. Amikor harmadik Senuda pápa 2012. március 17-én az égbe távozott, ebben a kolostorban temették el, egy kis mauzóleumban, ami olyan, mint egy kiállítás, ahol a személyes tárgyai láthatók egy szekrényben kiállítva. Az egész világról látogatják. A Senuda pápa égbe távozása után őszentsége, második Tavadrosz pápa lett a kopt egyház vezetője, és ő is ebbe a pápai rezidenciába költözött. Tavadrosz pápa felújította és korszerűsítette az infrastruktúrát, és templomokat épített. Második Tavadrosz pápa őszentsége szintén eltölt itt néhány napot pihenéssel és imával. A nagy ünnepeket, mint a karácsony és a húsvét, szintén itt tölti, és itt tartanak különböző konferenciákat. A Szűz Máriáról elnevezett El Surian kolostor a Szent Bisoly kolostor szomszédságában van, közvetlenül mellette. Egy fal választja el őket egymástól. A 6. században épült, afölött a barlang fölött, ahol Szent Bisoly lakott, és ahová visszavonult imádkozni, és ami nagyon közel volt a kolostorához. Ez a barlang most is megvan még, az El Surian kolostor főtemplomának oldalából nyílik. Ez a kolostor a Szent Szűzről, Isten anyjáról lett elnevezve, egyike a Teotokosz, vagyis Isten szülőről elnevezett kolostoroknak. A Krisztus után 431-ben tartott efezusi zsinat után épült a Mária istenanyaságáról szóló dogma megerősítésére. Az El Surian, vagyis a Szír nevet onnan kapta a kolostor, hogy a 8. században egy ideig szír ortodox szerzetesek, a koptok testvéregyháza lakták. Ez volt az oka annak, hogy a Szűz Máriáról elnevezett kolostor neve megduplázódott, és a szíriai, vagyis El Surian nevet is viseli. A sivatag, vagy Makarios Xétisze, a vádi El Nátrunban azért vált híressé, mert itt volt a szerzetesség bölcsője, itt alakult ki a szerzetesi élet iskolája. Mindenféle népből és országból jöttek ide, hogy a sivatagi atyáktól tanuljanak. Együtt éltek a sivatagban kopt szerzetesekkel a különféle kolostorokban, ezekről a vendégekről kapták aztán a szír, az etióp, az örmény, a núbiai kolostor nevet.
Az El-Szurián kolostor nevezetes a számos anakórétáról, a szerzeteseinek nagy teológiai műveltségéről, könyvtárában számos régi kézirat található. Mindenféle nyelven megjelent könyvek megtalálhatók itt, arab, kopt, görög, szír, etióp, angol, francia. A modern korban ez a kolostor adta az elhunyt harmadik Senuda pátriárkát, aki a kopt egyház kiemelkedő személyisége volt, aki lelkiségével és tudásával felvirágoztatta a kopt egyházat. Másrésztől számos jámborságáról és tudásáról ismert érsek és püspök is ebből a kolostorból került ki. 9. állomás. Mataria és Enshams. Wadi el-Nathr után a Szent Család körülbelül Mataria és Enshams felé folytatta útját. Enshamsnak egy régi része megegyezik a fáraók idejében is létező On vagy Heliopolis városával. A fáraók korában fontos teológiai és papi központ volt. Heliopolis városa a Bibliában is szerepel, amikor a fáraó új nevet ad Józsefnek. Új nevet is adott neki, és elnevezte Szafanet-Fáneknek, ami világszabadítót jelent, és feleségül adta neki Ászanetet Putifárnak, a heliopoliszi papnak a lányát. Kiment tehát József Egyiptom földjére. Teremtés könyve 41. fejezet, 45. vers. Bejárta Egyiptom összes tartományát. Teremtés könyve 41. fejezet, 46. vers. Samsz városát Izaiás proféta is megemlíti a jövendőlésében. Azon a napon 5 olyan város lesz Egyiptom földjén, mely Kánaán nyelvén beszél, és a seregek urára esküszik. Nap városának nevezik majd az egyiket. Izaiás 19. fejezet 18. vers. Amikor a görögök elfoglalták Egyiptomot, Heliopolisnak nevezték, vagyis a nap városának. Madinat el-Shams. A Szent Család Matariába érkezett, ami ennek a bizonyos el-Shamsnak a közelében volt, és az Úr Jézus egy friss vízű forrást fakasztott. A Szent Család Szűz Mária ennek a vízében mosta a gyermek Jézus ruháit. Alha víz előtört a földből, egy különleges balzsamillatot árasztó balzsamfa nőtt. Ma is van ebben a városban egy utca, amit Balzsamnak neveznek. A Szent Család egy nagy fa alatt pihent meg, amit ma is úgy ismernek, hogy Mária fája. Ennek a fának néhány maradványa még ma is megtalálható ott. Emellé a fa mellé az emberek más hasonló fajtájú fákat ültettek, amelyek kerítésként fogják körül a kutat és a fát, fontos turisztikai hely. Eugénia francia császárné is felkereste, és részesült a víz áldásából, amikor 1869-ben Egyiptomban részt vett a Suezi csatorna megnyitásán. Hasonlóképpen sok francia katona odalátogatott, és megkapta a kút vizének áldását. Néhányan a katonák közül különböző betegségekből meggyógyultak, és hálaadó szavaik kíséretében beleírták nevüket a fa törzsébe. 10. állomás, Zejtún. Amikor a Szent Család elhagyta Matariát, Zejtún közelébe érkezett, ahol egy kis időre megpihent. 20 évszázaddal később a szűzanya megjelent a nevét viselő templom fölött, ami a Sári Tomán Bej nevű főutcán található. Ez a csodás jelenés a hely fölött 1968. április 2-án volt. A Szent Szűz egy éven keresztül folyamatosan megjelent a templom kupolája fölött, különböző vallású és nemzetiségű emberek ezrei és milliói látták és tanúskodtak róla. Ez a templom máig világszerte ismertető jel. 2018-ban ünnepelte a kopt egyház a dicsőséges Szent Szűz Mária Istenanyja jelenésének az 50. évfordulóját.
11. állomás, Hárit Zuvejla. A Szent Család megérkezett Hárit Zuvejlába, és ivott az ott lévő kútból. A 4. században Isten egy gazdag kopt embert, akinek Zelon, a bölcs, Zelon el-Hakim volt a neve, arra indított, hogy templomot építsen a kút helyén. Honnan ered a Zuvejla név? Guhárer Szakali, egy fátimida hadvezér, aki Kairót alapította, és aki Egyiptom meghódítását vezette, és egy marokkói Zuvejla nevű törzsből származott, ezen a területen építette ki székhelyét. Így kapta ez a városrész a Zuvejla törzsről a nevét. A templomot úgy is nevezik, hogy a vasbilincstől megszabadító Szent Szűz temploma. Tiszteletet adva a Szent Szűz csodájának, amit Szent Mátéval tett, aki egyike a 12 apostolnak, aki Kis-Ázsiában hirdette a kereszténységet. Amikor Szűz Mária közbenjárásával a börtönből megszabadította a vasbilincseitől. A kopt egyház minden év július 28-án megemlékezik erről a csodáról, ami a kopt naptár szerint Bauna Hava. Ennek a templomnak az eredete a 4. századig megy vissza, és a kopt ortodox egyház 23 pátriárkájának volt a rezidenciája több mint 300 éven keresztül. A templom mellett két női kolostor található, az egyik Szűz Mária nevét viseli, a másik Szent Györgyről, a mártírok hercegéről van elnevezve. Ezek a nővérek, akik ezekben a kolostorokban élnek, Szűz Máriát követik, aki meglátogatta ezt a helyet. Szívüket Krisztusnak szentelik, és testüket a szüzességnek. Életüket a szüntelen imádságnak és Isten szeretetének szentelik, ahogy a Szent Szűz, aki megáldotta ezt a helyet. 12. állomás, El Ezbaviyah. A Szent Család Hárit Zuvejlát elhagyva tovább ment Ókairó irányába, mely közvetlenül a Nílus partján fekszik. Útközben áthaladtak az Ezbaviyah nevű városrészen, ahol Szent Márk katedrális épült a 18. században, és ami több mint 150 évre szállást adott a kopt ortodox egyház pátriárkáinak. Mindez a Szent Család áldásának köszönhető, akik áthaladtak ezen a helyen. Nagyon közel a Szent Márk katedrálishoz van az Ezbaviyahi Szűz Mária temploma. Az Ezbaviyah név az Atfah el Ezba nevű utcától származik, ami a leghosszabb, Harat el Genejenának, vagyis más néven kertek útjába torkolik. Ezek a nevek arra utalnak, hogy amikor a Szent Család áthaladt ezen a területen, itt mezőgazdasági művelés volt. Egy gazdag paraszt gyümölcsfákkal teleültött nagy kertje volt itt. Amikor a Szent Család Ezbaviyahba érkezett, ittak a kútból. Ezt egy márványlap adja számunkra hírül a következő felirattal. Szűz Mária kútja. Ezen a helyen egy nagy csoda történt. Ahogy a Szent Család áthaladt azon az ültetvényen, találkoztak egy egyiptomi emberrel, aki éppen görög dinnye magokat ültetett. Szívélyesen fogadta a Szent Családot, és hívta őket, hogy igyanak a kútból. Ő ennek a kútnak a vizét használta a kert öntözésére. Meg kell jegyeznünk, hogy ez a kút mind a mai napig létezik Ezbaviyah templomának épületében. Miközben a Szent Családot megpihent, a Szent Szűz azt mondta a parasztembernek: mi Heródes király elől menekülünk, mert meg akarja ölni ezt az ártatlan gyermeket. A Szent Szűz beszélt az Úr Jézusról, az ő isteni megtestesüléséről. A parasztembert nagyon megindították Szűz Mária lélektől átitatott szavai az ártatlan gyermek Jézusról. Végül azt mondta neki Szűz Mária: az én fiam az Úr Jézus erejéből egy rendkívüli csoda fog történni holnap reggel, amikor visszatérsz a földedre. Holnap erre fog jönni néhány ember, és utánunk fognak kérdezősködni. Leírják majd, hogy nézünk ki. Fagatózni fognak, hogy láttál-e egy öreg embert, meg egy fiatal nőt, és egy kisgyermeket szamárháton utazni.
Mondd el nekik, hogy valóban erre járt egy ilyen család, amikor a görög dinnye magjait ültetted. A gazda meghallgatta Szűz Mária szavait, elköszönt tőlük és hazament. A szent család elhagyta a helyet, és Ókairó felé ment, és elrejtőzött a ma is meglévő Abu Szerga templom barlangjában. Másnap reggel, amikor a parasztember visszatért a földjére, ámulva látta, hogy az előző nap elültetett dinnyemagokból egy éjszaka alatt kifejlett növények lettek szép nagy görög dinnyékkel. Minden úgy történt, ahogy a Szűz Mária előre megjósolta, hogy az ő földjén csoda fog történni. Saját szemével látva a csodát, a gazda leült a földje szélén, és gondolkodóba esett. Néhány óra múlva odaértek Heródes katonái, akik a szent család felkutatására indultak. Kérdezősködtek tőle a szent család felől, pontos leírást adva róluk, hogy jártak-e arra felé. A gazda azt válaszolta nekik, valóban járt erre egy ilyesforma család, épp amikor a dinnye magokat ültettem a földemen. Úgy beszélt, ahogy a Szűz Mária meghagyta neki. Ezeket a szavakat hallva és látva az érett görög dinnyéket, csalódottan mondták egymásnak. Ez a család legalább 3-4 hónappal ezelőtt járhatott itt. Lehangoltan visszafordultak és hazatértek, a szent család pedig sikeresen megmenekült a kezeik közül. 13. állomás, Abu Szerga templom, Ókairó. A szent család megérkezett Ókairóba, és egy a Babilon erőd közelében levő barlangban talált menedéket. Itt éltek 3 hónapig. A későbbiekben ezt a barlangot kis templommá alakították, majd egy nagyobb templomot emeltek fölé, melyet a 2 mártír katona szentnek, Szent Szergiusnak és Szent Bakhusznak a tiszteletére szenteltek fel, és ami Abu Szerga temploma néven vált ismerté. Az Abu Szerga híres és számos turista által látogatott templom, akik azért keresik fel, hogy részesüljenek annak a helynek az áldásából, ahol a szent család egy bizonyos ideig élt. Az Abu Szerga templomban van egy régi kút, melynek vizéből a szent család ivott. Van egy mély keresztelő medence is ebben a templomban, Allah el-Fatimi uralmának idejéből, aki megtiltotta a keresztényeknek, hogy a vízkereszt ünnepét a Nílus partján tartsák. Mivel brutálisan üldözte a keresztényeket, az egyház megtalálta a módját, hogy mégis továbbra is megünnepeljék a vízkeresztet. Jól kiépített mélyedést ástak egyes templomok bejáratánál, hasonlóan egy kúthoz, csak nem volt annyira mély, amit vízkereszt ünnepére feltöltöttek vízzel. A víz fölött elmondott imák és áldások, alakán után néhány fiatal férfi ruhástól megmerült a vízben, hogy a szentelt víz áldásában részesüljön ezen az örömteli ünnepen. Az Abu Szerga az egyik legrégebbi keresztény templom Egyiptomban. A közelében található egy másik templom is, amit ma Al-Mualakának neveznek, azaz felfüggesztett templomnak, mivel a Babilonnak nevezett római erőd 2 bástyájára épült a magasban. A templom Szűz Máriának van szentelve. A 2 templom közötti területen egy jómódú kopt keresztény pasa, aki szerette a kopt történelmet, építette fel az általa alapított kopt múzeumot. A múzeum jelenleg a régészeti minisztériumhoz tartozik. Az Abu Szerga templom Krisztus Egyiptomba való megérkezésének ünnepét a kopt naptár szerint Basani hónap 24. napján ünnepli, ami június 1-jének felel meg. A vágyunk az, hogy ez a nap egész Egyiptomban ünnepnappá váljon. 14. állomás, Szűz Mária temploma El Mádi városában. A szent család tovább haladva megérkezett a Nílus partján fekvő El Mádi városába. Ezen a helyen később templomot építettek, amit elneveztek a Szűz Mária áthaladása templomának, vagyis Madiának, mivel a szent család itt ment keresztül és érkezett meg a Nílus partjára, ahol bárkába szálltak, hogy átkeljenek a Níluson és Felső Egyiptomba érkezzenek. Így nevezték el később a várost El Mádinak, vagyis az átkelés városának,
és az egész régió is El-Mádiról kapta a nevét. A korai időkben ez a hely távol esett Kairó városától. A szerzetesek kolostort építettek ezen a helyen, melyet Szűz Mária El-Adaviyáról neveztek el, de amikor a környék fejlődésnek indult és benépesült, már alkalmatlanná vált a szerzetesek számára, akik hozzászoktak a magányhoz és a nyugalomhoz a sivatag barlangjaiban. Ők beljebb húzódtak a sivatagban, a kolostort pedig templommá alakították, ami azon túl a környékbeli híveket szolgálta. A Szent Család néhány napi itt tartózkodás után felszállt egy bárkára, hogy áthajozzon Felső Egyiptomba. Valóban, a templom udvaránál találunk egy nyílást, amely egy lépcsőhöz vezet, ami levisz a Nílus partjára. Úgy tartják, hogy a Szent Család hajóra szállva itt kelt át Felső Egyiptomba. 1976. március 12-én, a Szent Liturgia idején néhány hívő észrevette, hogy egy nagy könyv lebeg a víz felszínén a templom felé. A könyv, ami egy Biblia volt, megállt a templomhoz vezető ősi lépcsőnél. A hívek kiemelték a vízből, felnyitották, és pont Izaiás próféta könyvénél nyílt ki a 19. fejezet első versénél. Íme az Úr gyors felhőn száguld, és lemegy Egyiptomba. És a következő szavakat is olvasták. Áldott az én népem Egyiptom. Izaiás 19. fejezet 25. vers. Az egyház egy üvegtárolóba helyezte ezt a Bibliát a templom egy kis kápolnájában, nyitva annál az oldalnál, ahol megtalálásakor kinyílt. Ez a Biblia ma is megtekinthető ott, és megerősíti azt a tényt, hogy a Szent Család Egyiptomba járt és áthaladt ezeken a helyeken. 15. állomás. Deir el-Gárnos. Deir el-Gárnos település Elminya kormányzóságban található, Magaga körzetében, Magagától délre tőle 20 kilométernyi távolságban. Az egész települést keresztények lakják, és van egy 19. században épült kopt temploma. A templom belsejében van egy kút, amelyből a hagyomány szerint itt tartózkodása során a Szent Család is ivott. 16. állomás El-Bahnasa. El-Bahnasa egy meglehetősen nagy település, Bani Mazar körzetében, attól mintegy 17 kilométerrel nyugati sivatag szélénél, bár Yusef, azaz a József tenger mellett El-Minya kormányzóságban. A lakosai muzulmánok. A régi időkben ez egy nagy keresztény egyházmegye volt, amely a szerzetesek és apácák számos templomának és kolostorának adott otthont. Jelenleg a település mecsetjének udvarán látható két nagy fa, Miriam fája felirattal, mert ez is egyike azoknak a helyeknek, amelyeket a Szent Család meglátogatott. 17. állomás Gebelet Teir, Szamallut, Szent Szűz Kolostor. A kolostor Szamallut városától keletre van a Nílus partján. A hely neve, ahol fekszik, Gebelet Teir, a név jelentése, a madarak hegye, valószínűleg az átvonuló madarak pihenő helye miatt. A téli hónapokban számos ritka madárfajt vonz oda a hely meleg klímája. Bakarach, Orsó kolostor, a Bakarach hegy lábánál fekszik. A kolostort csak is a Níluson keresztül lehetett megközelíteni, és egy faládával, amit egy nagy faorsón keresztül vezetett kötéllel lehetett a hegy tetejére felhúzni. Ha hegycsúcson megtekerték a kötelet, az az orsón átfuttatva húzni kezdte fölfelé a faládát, amíg az föl nem ért a hegycsúcsára, és ott ki tudtak belőle szállni. Hasonló megoldással juttatták fel a Nílus vizét is a kolostorba. A Kaf kolostor, vagy Pálma kolostor. A régi kéziratok szerint, amikor a Szent Család a Níluson hajózott, a hegy alatt, egy szikla levált a hegyről és megindult lefelé, pontosan a Szent Család csónakja felé. De a mi Urunk Jézus Krisztus kinyújtotta kezét és megvédte a csónakot a sziklától. Az Úr kezének nyoma megjelent a sziklán, és a mai napig látható rajta. Emiatt a hegy tetején levő Szűz Mária templomot Deir el-Adrának, a tenyér asszonyának is nevezik.
A szikla az egyik angol múzeum tulajdonába került, mivel Egyiptom angol megszállása alatt Angliába szállították. A kolostor ősi temploma Egyiptom egyik legszebb fekvésű temploma, melyet a hegy sziklájába faragtak bele a IV. Században. Nagy Konstantin édesanyja, Szent Ilona rendelte el, amikor erre a helyre látogatott, hogy készítsenek itt egy sziklába vájt templomot a Szent Család látogatásának emlékéül, és Szűz Máriáról nevezzék el. A templom belsejében egy széles kioszlop található, melynek közepébe egy keresztelő medencét faragtak bele. A Gebelet Teir Szűz Mária kolostor az egyik legfontosabb állomás a helyek közül, amelyeket a Szent Család meglátogatott. 18. állomás El Ashmunein, Malawi. Miután a Szent Család megáldotta Szamalud városánál Gebelet Teirt, a Nílus nyugati partjára hajózott El Ashmunein, Hermopolis Magna felé. El Ashmunein Egyiptom egyik legrégebbi városa, fontos püspöki székhely volt. Püspökei közül a legismertebb a 10. századi Abba Savirus, Szent Severis, Ibn al-Mukaffa, 26 nagyszabású műve maradt ránk. Abba Savirus szorgalmasan összegyűjtötte a Szent Márk által alapított egyiptomi kopt egyház pátriárkáinak életrajzát, az alapító Szent Márktól kezdve egészen a 10. századig. Az ő pásztorkodásának idején történt Kairóban a Mukattam-heny áthelyezésének csodája. 19. állomás Meir. A Szent Család ezután Meir felé vette az irányt, ami Felső Egyiptomban El Kuszia városától nyugatra 7 kilométerre fekszik. A település lakosai barátságosan üdvözölték a Szent Családot, és az Úr Jézus és a Szent Szűz megáldották őket. A mai időkig egy szent település és a kapott áldások kiáradnak és ragyognak mindenki számára. 20. állomás Kuszkám-hegy, ahol most a Muharrak kolostor, az úgynevezett felégetett kolostor található. A Szent Család Meirből tovább menve elérkezett Kuszkám-hegyéhez, amely egy bizonyos sivatagi fűvel, az alfafűvel benőtt hegyvidék. Az alfafű levelének rostjait összezúzzák és szövésre használják, de a belőle készült anyag olyan szerű, mint a gyékény, ruha készítésére nem alkalmas. A szegények az ebből szőtt takaróba csavarták be és temették el halottaikat. Egyik magyarázat szerint a kolostor neve is összefüggésben van a fűvel, mert csak égetéssel, harik, lehet megtisztítani tőle a földet. A helybeliek felégetik, majd földbássák. Ezért hívják a környéket Kuszkámnak, vagyis az alfa fű sírjának. Ezen a helyen található a Szűz Máriáról nevezett Muharrak kolostor, amely az utolsó, de az egyik legfontosabb állomása a Szent Család egyiptomi tartózkodásának. Több mint 6 hónapig tartózkodtak ezen a helyen. Itt jelent meg Szent Józsefnek, az Ácsnak az angyal, és így szólt hozzá. Kelj föl, vedd magad mellé a kisgyermeket és anyját, és menj Izrael földjére. Meghaltak ugyanis, akik a gyermek életére törtek. Máté Evangélium 2. fejezet 20. vers. A Muharrak kolostor Szűz Mária temploma a hagyomány szerint a legrégebbi keresztény templom, és azon a helyen épült, ahol a Szent Család a leghosszabb ideig tartózkodott Egyiptomban. Természetesen abban az időben csak egy egyszerű parasztház volt. A hely fölé épült templom szentélyének az oltára az a szikla, amely a mi Urunk Jézus Krisztus fekhelyéül szolgált, amíg a Szent Család ott tartózkodott. Ez a szikla ma is látható. Erről a szikla oltáról jövendőlt Izaiás proféta Krisztus születése előtt 700 évvel. Azon a napon oltára lesz az Úrnak Egyiptom földjének belsejében, és emlékoszlopa az Úrnak az ország határánál. Izaiás 19. fejezet 19. vers. A profécia beteljesült. A Muharrak kolostor Szűz Máriáról nevezett templom szentélyének oltára
valóban Egyiptom középpontjában van. Mivel Egyiptom földrajzilag a világ középpontjában helyezkedik el, ennek az oltárnak az áldása kiterjed az egész világra. Ez a templom az első század vége felé épült, és maga az Úr kísérte oda apostolait az égből, hogy saját kezével felszentelje az oltárát. Így aztán, amikor az egyik pátriárka fel akarta szentelni az oltárt, megjelent neki Szűz Mária, és azt mondta, a mi Urunk Jézus saját kezüleg szentelte fel ezt az oltárt, tehát nem kell még egyszer felszentelni. Még magának a pápának is tilos. A templom az oltár Jézus keze által történt felszentelésének ünnepét a kopt szinaxárium szerint 6 úr hónap 6. napján, azaz november 15-én ünnepli. 21. állomás. Az Aszjut hegyén lévő Szűz Mária kolostor. Amikor a Szent Család megtudta, hogy biztonságban visszatérhet szülőföldjére, elhagyták Kuszkám hegyét, és délfelé indultak a Nílushoz, az Aszjut hegy irányába, ahol berakodó hely volt a hajók számára, amelyek innen indultak északról délre és vissza. A Szent Család a hegy csúcsa felé levő barlangban húzta meg magát a hajó indulásáig, amely visszavitte őket Észak-Egyiptomba. Ez a barlang körülbelül 8 kilométernyire található Aszjut városától. A hely a fáraók idejében kőfejtő volt, ahonnan a templomaik építéséhez szállították a követ. Az egyik ilyen kőbe vágy barlangban talált menedéket a Szent Család, amikor a Nílus vize megemelkedett. Ebben a nagy és tágas barlangban egy templom található. Ezután a Szent Család hajóra szállt és észak felé hajózott, hogy megkezdje visszatérését, hogy beteljesedjék Ózeás proféta jövendőlése. Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Ózeás 11. fejezet első vers. Legyen mindnyájunkon a Szent Család áldása. Ámen.